A világ velünk kerek egész, ez a Ridens 20 éves jubileumi gálaünnepségének mottója, vendégünk pedig az intézmény vezetője, Fekete Marian. Jó estét, szia! Hát tulajdonképpen ugye nekünk nyíregyháziaknak is gyakorlatilag csak így rövidítettem használjuk az intézmény nevét, ettől egy picit hosszabb, hiszen egy speciális iskoláról van szó, de úgy gondolom, hogy annyira megismertük már az ott levő gyerekeket, és akik ott nap mint nap eljárnak, tudják, hogy gyakorlatilag ebben az intézményben olyan tanulók járnak, akik valamilyen speciális szükséglettel bírnak, sajátos nevelési igényűek, vagy valamilyen fogyatékkal élők. És megszerettük, elfogadtuk őket, vigyázunk arra, hogy amikor lassabban közlekednek, ugye ott a gyalogátkelő helyen, akkor biztonságban érezzék magukat. Érzik a gyerekek is ezt, hogy nyíregyháziak befogadták és szeretettel fordulnak feléjük? Igen, a Ridens azt jelenti, hogy mosolygó ember, tehát maga a nevünk is. Én úgy gondolom, hogy az egész munka az intézményben ennek a jegyében történik. A mások elfogadása természetes, sőt azon dolgozunk, hogy a város is elfogadja a fogyatékos gyerekeket, érzékenyítő programokat is szerveztünk eddig is, ezután is tervben van. Igen, éppen az jutott eszembe, hogy több olyan rendezvényen is voltam, ahol ugye az iskola szervezésében kipróbálhatták azt, hogy milyen mondjuk egy kerekesszékben közlekedni, vagy mit élhet meg az, akinek mondjuk a szemével vagy a fülével van probléma. Én magam is például a mai napon egy olyan érzékenyítő órát tartottam, ahol kisiskolásokkal ismertettünk meg különböző fogyatékkal élő gyerekek, illetve felnőttek életét, és úgy gondolom, hogy nem elég korán kezdeni ezt az érzékenyítést. 20 év alatt nagyon-nagyon sok minden történt, és gondolom, hogy sok mindenre büszkék vagytok. Mi az, amit a legnagyobb sikerként könyveltek el? A fogyatékos gyerekeket megpróbáljuk tehetséggondozás felé is orientálni. Országos, éppen most köszönte meg tangerőt igazgató asszony a tehetséggondozó kollégáknak a munkáját. Országos versenyeket is nyertünk. Családellátó szakmából második, harmadik helyet sikerült elhozni, szakma kiváló tanulója versenyen, és a Török Aladár gépíró szövegszerkesztő versenyen első-második helyet is elhoztunk. Úgyhogy ott nálunk a diákok nem érzik, hogy ők fogyatékosak, vagy valami mások, vagy esetleg kevesebbet érnek, mint bárki más. Így van, bizonyos tekintetben, vagy akár például művészi tekintetben akár sokkal tehetségesebbek, mint sokan mások. Jövő hét csütörtökön a Szent Atanász görögkatolikus főiskolán egy nagy-nagy gála műsort rendeztek. Milyen lesz ez a program, és kit vártok ide? Hát úgy gondoltuk, hogy minden olyan szereplőt meghívunk, aki az iskolánkhoz kötődik. Az iskola diákjai fogják megmutatni magukat, megint csak a tehetségüket, aztán a kollégák közül Nagy Zoltán a Mandalában is, Dalszínházban is, egyéb más helyen is énekel, úgyhogy ők is képviseltetik magukat, de a pedagógusokból alakult tánccsoport is fel fog lépni. Igazából minden pedagógus, volt kollega, volt igazgatók képviseltetik majd magukat. Tehát akkor egy színes, dinamikus, és úgy gondolom, hogy nagyon sokféle stílust felvonultató gála műsor lesz szó. Egy picit ugorjunk vissza az iskolába. Ugye sokan rózsaszín iskolának hívják ezt az intézményt. Úgy tudom azonban, hogy most megújul, gyakorlatilag ugye felújítják a homlokzatát. Marad ez az épület rózsaszín, ami végülis ikonikussá tette. Igen, nekünk is érdekes volt, hogy miért kaptuk ezeket a színeket, a rózsaszínt, és van egy halvány zöld épületünk is. Akkor azt mi úgy tudtuk, hogy a városképbe ez a két szín illik bele leginkább. A zöld épületünkre nagyon büszkék vagyunk, több mint 100 éve az oktatást szolgálja. Az angol kisasszonyok néven ismert a városban.
Ott folynak most ezek a homlokzatfelújítási munkák, és hát egy csodaszép színfoltja lesz a városnak. Akkor nem árulod el, hogy milyen színű lesz? Vagy marad ez a... Halványszöld. Marad ugyanaz. Ez műemléképület, tehát ennek a jellegénél fogva is meg kellett, hogy maradjon a színe. Ugye hát ez a külsőben történő megújulás, de azért olykor-olykor belülről is egy picit változni kell, változtatni. Vannak-e mondjuk ez irányban tervei az intézménynek, hogy egy picit más jellegű oktatás is folyjon? Igen, hát 20 évvel ezelőtt számítástechnikai szakmákkal indultunk, akkor még nagyon kevés volt a számítógép, meg nem ilyen elterjedt az informatika képzés, úgyhogy nagyon sikeres képzéseink voltak óriási túljelentkezéssel. Aztán egy kicsit fordítottunk, beszéltél a mérföldkövekről, a kézműves szakmák iránt van kerékpárszerelő, családellátó, parkgondozó, kerti munkás szakmánk, és tehát ezek ilyen kézművesek voltak, mindig is volt épértelmű gimnáziumi képzésünk, most eddig szakgimnázium volt, most a következő évben először indítunk gimnáziumi képzést. Itt, mivel az egész épületünk akadálymentes, ezért a leginkább mozgássérülteket, érzékszervi fogyatékosokat fogadunk, de bárki jelentkezhet, akinek esetleg valamilyen nehézsége van a tanulással. Hát Marian, azt gondolom, hogy akinek fölkeltettük a kíváncsiságát, az akár még a koncert után a részletekről is érdeklődhet, hiszen ott lesz a teljes tantestület, és nem csak táncolni fognak, hanem nyilvánvalóan segíteni, úgyhogy arra buzdítjuk a nézőket, hogy jövő egy csütörtökön 4 órától a Szent Atanász Görög Katolikus Főiskolán látogassák meg ezt a szép gálaműsort. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.